John Gatti, életfogytiglan. Nincs fellebbezés. Floridában és máshol is sorra tartóztatják le és ítélik el a maffia vezetőit. Mit csinálsz? Kapcsold már vissza! Az a kérdésem, hogy mi a helyzet manapság a maffia belső köreiben? Zavarodottság, bizonytalanság. A főnökök gyorsan cserélnek. Mi a hanyatlásokkal? A jó édesanyád. Az, hogy a kormány immár 2 évtizede harcol a bűnöző családok ellen. De nem lehetséges legalábbis részben, hogy talán a maffián belül is meginoktak a nagy törvények, amelyek jó szolgálatot tettek a régi dolognak. Hogy egyetértenek? Szél! Vidíts már fel valamivel! Mikor azt hittem, már kint vagyok. Ezek mindig visszarántottak. Most melyikük az Al Pacino? Tekenyformák. Vincent Rizzo. Igen? Az egyik nagy család közkatonája volt. Majd koronatanú, végül híres író. Egyetért Brown ügyes úrral? A játszma véget ért. Igen, bölcs fickó. Jó. Kérem, fejtsd ki. Már semmi sem olyan, mint... Klónozás. A mexikóiak nagyon nyomulnak. Fantasztikus, el kell ismernem. Persze, mert mind parkolóőr. Nos, én nem azt akartam mondani, hogy a szervezet bűnözés önszántából fogja a kis batyuját, és odébb áll, mint a dodómadár. Mi is tudjuk, hogy nem vonulnak el, mint a dodómadár. De meg mi a büdös francról beszélsz? Mexikóiakról. De mi van velük? Hát a mobiltelefonok. Én nem a mobilok klónozásáról beszéltem, hanem a birkákról, te szerencsétlen. A tudományról. Azt mondtam a gyerekeknek, hogy csak Isten teremthet életet. Azt kérdezi egy pasas, mi van, ha Diana hercegnőt is klónozták? De tudják, a nagynapoknak, annak az aranykornak, a maffia aranykorának már vége. Az többé nem tér vissza. És ezért csak önmagukat hibáztathatják. Pofázik ez a személy. Azt hiszem, a kábítószer kereskedelem. Szerintem azt tettünkre mindent. Akire minimum 35 év vár a börtönben, az mindjárt bemártja a másikat, csak hogy ő valahogy megússza. Mi van Diana hercegnővel? Nem a királyi család intézte el? Többet nem ülök Párizsban a limuzinban. Mintha valaha jártál volna Párizsban. Pedig elintéztem ott pár dolgot, anyád meg bonbont árult az Eiffel torony tövében. Szilvió, hallottad, mit mondtam? Hogy volt ott némi elintézni valóm, és hogy anyád meg bonbont árult az Eiffel torony tövében. Sok olyan embert ismerek, akinek jól jönne néhány hasonmás. A New Yorki polgármester, őt fogják utoljára klónozni. Tehát a némasági fogadalom, vagy omerta, vagy bárminek is nevezzük, ma már rég a múlt. Az biztos, hogy mindig is lesz szervezett bűnözés. Ez biztos. Egészen addig, amíg az emberek meg nem unják a szerencsejátékot, a pornográfiát és társait. Mindig lesz, aki ezeket az igényeket kielégíti. Mikor azt hittem, már kint vagyok. Ezek mindig visszarántattak.